Paksváros önkormányzata fotópályázatot hirdetett a településképi arculati kézikönyv kapcsán. Az Én Pakson című felhívásra városérzetek, élőlét, paksi mindennapok kategóriákban lehetett nevezni, Paks közigazgatási határán belül készített képekkel, melyek a természeti és épített környezetet, valamint a paksi emberek életét mutatják be. Élőlét témakörben Köröztös Ákos díjazták cseresznyési formák címmel, Paksi mindennapok, Nagy Marcell, 50 éve címmel a fotót, Városérzetek, Molnár Martin, Fordított világ címmel díjazta a zsűri. A három győztes fotó az alkotók nevének feltüntetésével publikálásra kerül a Településképi Arculati Kézikönyvben, valamint mindhárom díjazott értékes városi ajándékcsomagban részesül. Ahogy szokták mondani, a zsűrinek nehéz munkája volt, és most tényleg nehéz munkája volt, mert nagyon sok nagyon jó felvétel érkezett, és itt azért nincsenek ilyen teljesen pontosan és objektív módon megfogalmazható mércék, hogy a legnagyobb vagy a leggyorsabb nyer, hanem hát mindenkinek más szempontja is voltak. A kiválasztott képek tulajdonképpen azt hiszem, hogy jól mutatják azt a megközelítést, amivel a lakosság a települése felé érzelmeiben fordul. A munkám kapcsán most nekem is tulajdonképpen ez a feladat, hogy be kell mutatnom az épület, illetve a település épületeit, lakóközösségeit, hogy én ezt teljesen más, hogy adott esetben teljesen más, hogy látom, és ehhez képest az itteni alkotók pedig mit emelnek ki a mindennapok sokszínűségéből, úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vettem ebben a folyamatban, ami erről a pályázatról szólt. A város Facebook oldalán a lakosság is szavazhatott, a legtöbb lájkot kapó fotó közönségdíjban részesült. A sorrend Nagy Marcell, Szép Zsóka és Hora Dániel. Az abszolút közönségdíjat kategóriától függetlenül Nagy Marcell nyerte el Napfelkelte című fotójával. Ezen felül Nagy Marcell az abszolút közönségdíjas alkotás készítője kísérőjével két éjszakát tölthet el a négycsillagos Tengelici Hotel Orchideában. Az ünnepélyes eredményhirdetést június második felében rendezik. A paksi önkormányzat felhívására 19 fotós 280 alkotással jelentkezett.